Sziasztok, én Elek, Robi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Készen álltok a durvábbnál durvább fejtörőkre, illetve egy brutálisan komoly telefonos játékra? Hát nagyon remélem, hogy igen, ugyanis most ezt hoztam el nektek. Hogyha örültek ennek a videónak, akkor mindenféleképpen már most csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot, ugyanis számomra ez a legeslegnagyobb visszajelzés. De ne is húzzuk az időt, be is teszem a fülesemet, és itt is vagyunk már a játékunkban. Hogyha pedig még valaki nem iratkozott volna fel a Gameplay csatornámra, mégis mire vár? Amikor pörgetjük itt ezerrel a tartalmakat, most rendes felhájpolom ezt a játékot, közben pedig sehol semmi nem lesz itt, tudjátok? Mi ez az egész? Itt is vagyunk az első pályánkon. És most mi a nővel vagyunk? Hát gondolom, hogy igen, valami olyasmi a játékunk neve, hogy a lehetetlen randi. A csávó az miért fingik le minket? És most meg fogjuk szúrni? Hoppá, hoppá! Na így szórakozzál velünk! Hát ilyen komoly nők vagyunk, mi erről van szó? Pörögjön is akkor a második pályánk, fú de szemét! Hát értitek? Mi csak békésen lemérjük magunkat, és reménykedünk benne, hogy fogytunk. Erre pedig ő rálép a mérlegre. Aha. Na mi van? Most legyen nagy az arcod. Így szórakozz az elekkel! Aha, ő áll. Mit kell itt csinálnunk? Most ki tudom radírozni a kontrollerét, és az miért jó nekünk? Ja, hát ezért kell itt logikázgatni. Még az életcsíkját is kiradírozom én, és azt hinném, hogy így nyerünk. De ez sem elég. Hát de mit radírozzak még ki, tesó? A haját? Vagy a karakterét fullba? Pedig hogy megörültem, hogy nagyon is rájöttem itt a lényegre. De rá is jöttem, csak nem eléggé, ugyanis valamit még kéne tennünk. Na de hogy mégis mit? Aha, és a mi kontrollerünket is ki tudom radírozni, de az miért jó nekünk? Nem értem. Most azt nézem, hogyha folyamatosan radírozom ki az ő életcsíkját, akkor a mi zöldünk nő-e vagy bármi, de ahogy látom, nem. Jaj, hosszú videó lesz ez így, de nagyon is. Hát a tesó, nincs kontrollered? Hogy tudsz így játszani? Hát hogy tudod így megvenni a csajszit? De tényleg. A karakterét meg nem tudom kiradírozni. Pedig, hogyha lehetne, én azt is megtenném, csak mi nyerjünk, értitek? A nyerésről szól ez, nem a tisztességes módszerekről ebben a játékban. Na most kajakra végigjátszást kell néznem. Ne csináljátok velem. Hát de fú, a végigjátszásban annyit csinált, hogy kisatírozta az életét így, szépen lassan, és akkor a csajszi KO-val nyert. Hát de nálam itt nem működik, tesó! Most nem mondjátok azt, hogy valami bug miatt, mert emulátorral játszunk, elakadunk és nem fogunk tudni tovább haladni. És most pedig működik! Jól van, menjünk is tovább, még miatt idegesebb leszek. Próbáljuk meg elfelejteni azt, ami történt. És ideg állapotomban adtam nekik egy csillagot. Fúj! Most meg kell büntetnünk, ja, hogy a cipője sáros, hát figyeljetek, az még a jobbik eset. Na de hogyan büntessük meg? Várjatok csak. Hát de innen csupán ezt a radírt tudom felvenni, és hogy örül a fejének? Hát most mostunk fel, te pedig bejössz így, szégyeld inkább magad. Ja, hogy a polcot szépen... Mi ez a game? Kiradírozom, és akkor az emberünk a WC-ben végzi. Milyen titkokat kell felfednünk? Hoppá, hoppá! És három titkot kell felfednünk? Tudja, hogy ennek a csávónak van még valakije, és akkor egy sorozatgyilkos, ugyanis a nője itt van a fagyasztóban. És velünk is végezni akar? De hát mi tökön is rúgjuk, és akkor neki már kampec, erről van szó. Na most pedig meg kell mentenünk a halat ettől a macskától.
figyú halacska, te menjél szépen az akváriumodba, mit szólsz hozzá? Jó, mert hogyha az akváriumba tettem volna kicsibe, onnan ki tudta volna szintén szedni. A most következő feladatunk az az, hogy találjuk meg a gyilkos fegyvert. Bízzátok csak az elekre. Hát meg is van! Ott van Ni! Az akváriumba rejtett el. Hát de tesó, az előbb találtam meg. Ja, de nem az a gyilkos fegyver, hát nem lelőtte. Ugyanis akkor látszódna az emberünkön a lövésnyom, és nem így halt volna meg. Hát de más gyilkos fegyver mégis hol lenne? Amikor nem tudok semmi más sem kisatírozni innen. Fú, ez a játék kajakra fel fog idegesíteni. De hogyha szeretnétek amúgy ebből a sorozatot, akkor mindenféleképpen jelezzétek nekem a komment szekcióban, de itt van a fegyver! Vagy várjatok, lehet, hogy megint ilyen nagyon de fú, bejön a reklám. Aha, szóval megint ilyen nagyon lassan kellett haladnunk, és csak akkor fogadja el a játék. Pedig kiúztam amúgy a netkábelt a gépből. Én nagyon is készültem. Meg kell büntetnünk a tehetségtelen orvos. Hát na, nem is lett annyira vézes az a botox, hát nem vicceljetek. Várjatok, csak várjatok, csak várjatok, csak az elek rájött. Közben pedig csak most jöttünk erre a pályára. Süt a nap, és nekünk van egy nagy ittunk. Ez nem lett véletlen. Na, ide rakom a nagyítót, és akkor felgyújtom a palit. Nem? Hát nem akar ez így működni. Nézzük meg, hogy még mivel tudok interaktálni. Hát mással nem. Szóval akkor tudja, hogy valahogy be kell gyújtanunk. De hova kéne tartanom a nagyítót, hogy jó legyen nekünk? Ide a kezéhez, mert azzal mutatja, hogy jaj, de jó botoxot csináltam neked, vagy Mizu? Hát konkrétan, mert mindenhova rakom, és sehol sem jó, és sehol sem történik semmi, ahogy oda kell raknunk. Hát jó, hogy nem robbantottuk be a csajt. Miért csapdossa a hasát? Fedjük fel a titkot, aha, hogy ő is igazából túl súlyos, az lesz a titok? Hoppá, hoppá! Na így bullyingolj másokat! Te sem vagy különb! El is érkeztünk a 10. pályánkhoz. Hát megállíthatatlanul robogunk itt. Az a feladatunk, hogy tegyük tönkre a műsorát. Na de mégis hogyan? Ez nem fájt neked, haver? Már nem azért, akkor ide kell rakni ezt a serpenyőt? Na, ez már fájt mi? És mi lesz akkor, hogyha ez nekünk így kitellik, jöhetnek az extra nehéz pályák, hát nem kell, köszi! Jó nekünk bőven a sima pálya. Tegyük tönkre az étkezését. Na várjatok! Szerintem az egyik csontot, amelyet így dob nekünk, azt el kéne kapnunk, és annak segítségével betörni a téglát, vagy nem? Hát vele nem tudunk semmit sem interaktálni. Ez az ablak akkor nincsen becsukva, mivel, hogy várjatok, a patkány az be tud itt is mászni. Hát ahogy nézem, nem. Mással pedig nem tudunk interaktálni. Hát tudja, hogy azt a csontot kéne valahogy elkapnunk, hát nem véletlenül dobja a fejünkre. Vagy nagyon nem. Kell azért ám itt ötletelni. Ja, hogy csak ennyi, hogy a szájába kell tenni a patkányt. Hát túl komplikáltam. Sokkal egyszerűbb ez igazából, mint amire gondoltam. Állítsuk meg a vadászt, és az a megállítás, hogy lelőjük. Megvédtük az állatot, vagy megvédtük az állatot? Jaj, mi ez a játék, de tényleg? Meg kell büntetnünk az asszonyt. Már mint értitek?
ha meg kell büntetni, akkor meg kell büntetni. Hát lebuktál, hogy parókád van, Csajci. Pörögjön is akkor. Aha. A 14. pályán tudja, hogy a Sámliát kell kiradíroznunk. Hát persze, hogy azt kell. Na, így lövöldöz madarakra, te szemétláda. Meg kell keresnünk mind a négy tárgyat, amely itt van. Hát először is itt van nekünk az új lenyomatunk. Itt a fúró. Itt van az elemlámpa, itt pedig a pénzes zsák, és ez kajak, ennyi volt. Hát azt hittem, hogy jobban el lesznek dugva. De hát nincsenek. Sikeresen teljesítettük ezt is. És akkor jön is a 16. pályánk. Be kell azonosítanunk a bűnözőt, hát ez az új lenyomat van itt a három közül, én azt mondom nektek. Szóval húzzuk is rá. Hoppá, hoppá. Ő 25 éves? Hát így kép alapján sokkal, de sokkal többnek tűnik. Hát bedarálta őt az, hogy igazából a bűnözőknek rettentően feszült az élete. Most, ha kérdeznétek, én nem tudom, hogy mégis mit csinálok, de összejött! Hát na, megállítjuk a betörőket, meg a bűnözőket, így kell ezt csinálni. És akkor itt is sötétebbnél sötétebb titkokat kell felfednünk. Az ott nem egy töltény. A te táskádban is, de! Hát le akartad lőni a főnök urat mi, de szerencsére mi nagyon is megvédtük. Keresd meg a gyilkost. Ja, hogy most azt kell nézni, hogy melyiknél milyen cetli kivágás van, és akkor így jön össze a térkép, és kiderül, hogy ő a gyilkos. Hát gyanús is volt, láttam én a szemében. Jöjjön is akkor. A 20. pályánk már, ahol az a feladatunk, hogy meg kell büntetnünk a felelőtlen édesanyját, ugyanis a gyermeke nagyon is mászik ki az ablakon, ő pedig csak zenét hallgat és nem figyel rá. Hát alárakom ezt a gördeszkát. És ezáltal még a fülese is tönkrement. Hát kicsit sem feltűnő, hogy ő igazából nem egy madár ijesztő, persze. Na mi az? Csak nem lebuktál? Hát segítünk ám mi itt a sheriffnek is, ha kell. Mentsük meg a hölgyet. Ez ennyi volt. Egy kart kellett csak meghúznunk. Fúj, Csajci, te mégis mit miben szott a liftben? Már nem azért. Most kellemetlen helyzetbe kell hoznunk a nőt. Leradírozom a fülesét. És akkor meghallott, hogy mégis mit művelt. De alapból is, hogyha rajta van, akkor csak megérezte volna azokat az illathatásokat. Hoppá, hoppá, csak nehogy begyújtsuk az egész kocsit vagy valami. Most hova kéne raknunk a cigit? A szájához? Aha! Jaj, végzetes következménye is lehetett volna ennek mindenkire nézve. Itt pedig már különbségeket kell keresnünk. Rettentő ötletes pályák vannak amúgy itt. Azt hittem, hogy sokkal egyoldalúbb, meg egyhangúbb lesz. Itt van a macsek, itt van nekünk a fokhagyma, meg itt van ez az ablak, és akkor sikeresen teljesítettük is a 25. pályánkat. Szóval jöjjön is a következőnk. Na, itt meg már fegyvert kell nekünk összeszerelnünk. Hát a tesó, az egy szike itt. Az mit keres itt már, nem azért? Jó. Miért nézett ki ez úgy, mint egy szike így messziről? De jól van. Működőképessé is tettük a fegyverünket. Aha. Hát egyből elsőre kiszúrtam, ő az! Ha-ho. Kedves játék. Én már sikeresen észrevettem, hogy ő az. Hát engedd már akkor, hogy letartóztassam! És ne szórakozz itt! Mr. Robert-tel? Ja, hogy rá kell rakni? Ember, kajakra! Mi ez az egész?
Büntessük meg az állatkínzót, tehát persze, hogy büntessük meg, gyere ide! Aha, el fogják ütni, a kutyát pedig kiszabadítjuk. Hoppá, hoppá, így kellett neked, hát mit kínzol állatokat, szégyeld magad! Na itt pedig már egy bilincset kell összeraknunk. Rendesen úgy ahhoz képest, hogy milyen kis egyszerű játék, full jól el vagyok vele. Nem gondoltam volna, na de jöjjön is akkor a következő pályánk, amely a legutolsó lesz ebben a videóban. Így random felvitt repülőre egy bombát? Na az probléma, és a táskájában ott volt a gomb, amely segítséggel be tudta volna aktiválni, de szerencsére megmentettük az ártatlan embereket, így kell ezt csinálni, ennyi is lett volna ez a videónk, remélem, hogy bejött nektek, hogyha igen és szeretnétek még akár folytatást, vagy pedig ilyen random telós játékot, akkor mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot, a komment szekcióban jöhetnek ajánlások, hogyha pedig nem iratkoztál volna fel a harmadik csatornámra, akkor mindenféleképpen tedd meg, én köszönöm a figyelmet, majd hamarosan találkozunk egy újabb gameplayben, addig is jók legyetek, szevasztok! Fuck.